Schwabenzug rendezvényünk, ez a harmadik, de mondhatnám azt is, hogy az ötödik Schwabenzug, csak az első kettőt nem így hívták. Úgyhogy tulajdonképpen a Schwabenzug az a Kerepesre való betelepülésnek az emlékére, egy emlékprogram, és hát ezt ünnepeljük meg minden évben, hogy valamikor Kerepesre betelepültek, hát ugye a németek, természetesen azért elsősorban őket említem, mert Schwabenzug, másik oldalon pedig ugye a tótok, vagy a szlovákok, és természetesen velük a magyarok ugyancsak. De 1695, és ezt már sokszor elmondtam, egy nagyon döbbenetes év számunkra, mert ugye 1695-ben a török kiűzésével egyidejűleg megjelentek a németek is Kerepesen. Feltehetőleg azok a németek, akik a háborúban harcoltak, Németországból idejöttek, zsoldosok voltak, majd nem mentek vissza, megházasodtak és itt maradtak. Ezek közé tartozhat valószínűleg az Ellenbacher család is. Aztán 1711-ben elnéptelenedett Kerepes, ekkor a váradi káptalan nem kis munkával, gondolom, megszervezte, hogy Németországból telepeseket hívjon, akik Dunánról jöttek le, Vácon szálltak ki a hajóból, és onnan szekerekkel hozták őket Kerepesre. 57%-os németség volt több mint 100 évig, vagy közel 100 évig Kerepesen. Erről több összeírás is tanúskodik. Majd később természetesen ugye az asszimiláció és egyéb oknál fogva, vegyes házasságok tóttal, magyarral, és így tovább. Így már ez egy kicsit háttérbe szorult. De azért mi emlékezzünk erre továbbra is, és ezt egy ünneppel, egy kis rövid felvonulással és zenével ünnepeljük meg. A Jóisten kegyelméből ímé megérkeztünk, hogy ezen szent helyen új életet kezdjünk. Mindenki a szomszédjával jó viszonyt tápoljon, gyarlóságból a másikra rosszat ne szóljon. Éljünk békességben az Úr kegyelmében. A telepesekre ráfér egy kis pihenés, mindnyájunkra pedig egy kis ünneplés. A fellépők, akik a mai műsoron is részt vesznek, az elsősorban a Reflex zenekar, a Reflex Band, őket már évek óta szeretjük és hívjuk, Sörfesztiválon is részt vettek, a tavalyi Schwabenzugon is ők voltak, illetőleg Peller Anna, aki már szinte hazajár ide hozzánk Kerepesre, hisz ő is Sörfesztiválon és Schwabenzugon is már többször részt vett, nagyon szereti őt a kerepesi közönség, hát elsősorban a Jódli királynőnek hívják őt, és talán ez is az egy kicsit a hangulatot háttérbe lehet hallani, és érződik. Tudni kell, hogy természetesen nem csak saját anyagi forrásból rendezzük ezt a rendezvényt, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyertünk hozzá forrásokat. Ennek jelentős részét használjuk fel, köszönet érte a minisztériumnak, és a német önkormányzat 21 pályázatból 9-10-11, most fejből nem is tudom, hogy mennyi volt, amit megnyert. Ebben az évben szerencsénk volt. Az országos feladatalapú támogatásnál a 100 pontos elérhető maximumból 92
19-et idén is elértünk, ez nyújtja az anyagi biztonságunkat. Sajnos Kerepesváros önkormányzata nem támogatta a német kultúrcsoportot abban, hogy se a gyermektáborra, sem pedig a Schwabenzug rendezvényre egy fillér támogatást nem kaptunk, így önerőből kellett megtennünk, de ez mit se változtat azon, hogy mi nagy örömmel tesszük ezt, és hát a utcabál következik a rendezvény vége felé, és hát nagyon sokan leszünk, remélem, hogy még egyre többen. Az időjárástól tartva az idén elmaradt a mise, a templomi mise, a kétnyelvű templomi mise, és a szabadságúti felvonulást egy kicsit visszahoztuk ide a Mező utcába, ezért egy picit rövidebb kis foci, kis pénz, ahogy mondják, úgyis focbajvilágbajnokság van.